igyekszünk kiszedni a görbe ágakat, mert azokon tavaly már volt valamink, és akkor ilyen csaposra metszük, mert ezen nincsen annyi termővesző, hogy teremjen, viszont majd lesz. Tehát hagyunk neki egy ilyen, úgy is szokták mondani, hogy kabátakasztót, azt általában rövidebbre szokták adni, és ebből majd nekünk fog kihajtani jövőre, és akkor lesz elegendő termővesszőnk. Meghagyjuk neki. Ezeket az alsókat levágjuk. Igyekszünk nem kipucolni teljesen a közepét se, tehát termővesszőket hagyunk. Ez például ezen nem lesz idén barack. Még nem is vágja. Ezen nem lesz idén barack, mert nincs rajta virágrügy, tehát egyet-kettőt találok rajta. Ezt muszáj vagyunk kivágni, mert látjuk, ugye eléggé gombás, tehát fertőzött, viszont ott lejjebb meghagyhatjuk azt a kis csapot, és ebből majd nekünk jövőre lesz termővesző, tehát tudunk majd válogatni. Sajnos itt már látszik az, hogy lekopaszodott a fa egészen odáig belőle, mert nagyon nagy volt a lomb, és nem sütött be a nap. Tehát mivel már az előbb mondtam, hogy nagyon fényigényes, tehát ahol nem kap fényt, ott leszáradnak ezek a termőnyársak, és akkor nem lesz rajta a következő éven. Tehát ott már el fog kopaszodni. Az őszivar az hajlamos arra, hogy ő megy fel az égig, és a tetejében neki lesz. Tehát elrontani nem fogjuk a fát, viszont létrázni kell lesz. Tehát akkor magasra kell, hogy hagyjuk, hogyha akarunk rajta a következő éven barackot, nekünk hagyni kell, hogy hadd nőjön felfelé. Ezek itt 3 éves fák, ezeken idén már igyekszek hagyni rengeteg barackot, és előnye van az őszi baracknak, hogy nem fagy le olyan könnyen, tehát sokkal többet tudunk róla majd szüretelni. Ilyen vesszős, szálvesszős meccéseket alkalmazunk, ha a szálka pozícióba hagyjuk meg a termő ágakat, és ennél még az a fontos az őszi baracknál, hogy az egyéves termővesszők fognak nekünk nagyon szép barackokat hozni. Tehát nem úgy működik, mint például a kajszinál, hogy vannak termőnyársak, mert látjuk itt kopasz a fa, hanem vannak ezek a új hajtások, ezeket majd ilyen, meg tudom mutatni, egy ilyen csaposra, tehát hagyok egy pici kis csonkot, és ebből majd jövőre nekünk fog kihajtani ugye új vessző, és majd azokon hagyjuk a barackot. Tehát a régieket általában ilyen 1-2 év után levágjuk, ugyanis le lesz hajolva, ez már nem lesz, mert ez már elég erős, tehát ezt jövőre ki is vágjuk, de például az ilyen gyengék, ezek le lesznek hajolva, és a hajlatnál majd fog új termővessző kihajtani, és akkor abból fogjuk majd a barackot kihúzni. Tehát látszik, hogy rendesen be van rakódva virágrügyekkel, ugye teljes termővesszőnek szoktuk nevezni, amikor 3 rügy van, ugye a 2 virágrügy, és a középső pedig majd a hajtásrügy lesz.